Ritka pillanat Csalgutarján életében, amikor pár négyzetméteren ennyi ismert színész zsúfolódik össze egy kávézóban. A társulat szinte valamennyi tagja megjelent az Ente Ferenc Színház évadnyitóján, melyet Simon Lajos igazgató előző évadot áttekintője indította. Az előző évad talán a legsikeresebb évadunk volt eddig, hiszen elnyertük a kiemelt minősítést, amit ehelyről is köszönünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Átvehettük a megyei prímadíjat a Bosznógrád megyei szervezetének jó voltából. 2018. szeptemberétől a színház önálló gazdasági társaságként működik. A jelenleg 83 fős társulat az előző évadban 173 előadást tartott 6 premierrel. Ha emlékeztek, egy évvel ezelőtt elmondtam, hogy majdnem elértük az 50 ezres nézőszámot. Nos, örömmel jelentem be, hogy ebben az évadban 58 ezer néző látta az Ente különböző produkcióit. Simon Lajos elmondta, hogy az önkormányzat a nyár közepén egy teherszállító gépjárművet vásárolt a színháznak. A város polgármestere pedig hangsúlyozta, hogy a társulatnak továbbra is szeretnének segíteni a lehetőségekhez mérten. Dolgozunk azon is, hogy kényelmesebbek legyenek a székek a színházban, és jobb legyen a hangtechnika is. Minden olyan dolgon, technikai eszközön tudjunk fejleszteni, ami a színháznak a művészi munkáját és egyáltalán a munkáját támogatja. A színház ebben az évadban koprodukciós partnerségre lép a Szkénő Színházzal, a Soproni Petőfi és a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházzal, és napirenden van egy új kőszínház létesítésének kérdése is. A produkciós vezető az új munkatársak között köszöntötte többek között a város ösztöndíjasát, Tarnóczy Jakabot, aki sikeres rendezői vizsgát tett, és a társulatot erősíti már. Az évadban 9 premierre készülnek az entések. Következő előadás az Advent a Hargitán, amiben Szarvas József lesz látható a Nemzeti Színházból. Ugye Hajdú Tibi itt már nem lesz új, mert már, úgyhogy már nem is mondtam őt, mert ő itt már szentés lesz, ugye? Játszol ebbe, tudsz róla. Jó, oké. Tarpai Viktória, és ez egy koprodukció lesz, Nyíregyháza, Vác és Salgótarján között. Nem élhetek muzsikaszó nélkül, köszöntjük picit új szerepkörben Salgótarjánban Mikó Istvánt, aki nem csak játszik most, hanem rendez is. A produkciós vezető részletesen beszélt még a Gyárfás Miklós Tanulmánya nőkről, Oscar Wilde, Hazudj, ha tudsz, Lengyel Ferenc ópiumkeringőjének premierjéről, és régebbi darabokhoz kapcsolódó sikeres pályázatokról is beszámolt. És sikeresen értünk el eredményt abban, hogy az Oklahoma, az erdő, a pillantás a hídról, a Falu Rossza és a Rettenetes Szülők című előadásaink pályázati támogatással nagyon sok helyre el fognak tudni jutni az országban. Most nem mondom, hogy mennyi ez a sok, de sok. Orosz Dániel értékesítési menedzser köszönetet mondott a társulat tagjainak a nyárért is. Hiszen nem akármilyen nyári évadot futottunk, az ország legszebb és leginkább jegyzett szabadtéri színpadain mutatkozhattunk be, vittük sikerre előadásainkat, komoly, sok, majdnem 10 000 kilométert futva. A következő évad építése még folyamatos a kulturális piacon. Azt mondjam, a darabjaink harcban állnak, és bizonyos értelme nyerésre is állnak, hisz nagyon sok vendégjáték, nagyon sok előadás ígérkezik az új évadban is, tehát nem lesz kilométerhiány. Itt mi fontos? Elhangzott, hogy az Ente destinációs színház szerepet is szeretne betölteni a felvidék közelsége miatt. Az új évadban több vendégelőadás várható, és legalább 500 új játszóhely számos határon túli magyar településsel. Természetesen a gyermekelőadásokra is nagyon sok turné vár. És mindaz, ami eddig egy erőnfelülő bavul volt művésztől, háttérembertől, műszaktól irányunkban, az innentől kezdve pont a már említett állami mandátum miatt meggyőződésem, hogy elvárás is lesz. Úgyhogy kéz- és lábtörést kívánok magunknak, sikeres új évadot!